Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Srácok, kettő játékot láttok ebben a videóban. Kérlek, kérlek, nézzétek meg mind a kettőt. Mert a mostani témánk, a Call of the Modern Warfare 2019 körül, a Rush lesz, a Camp lesz és a Taktika. Írjátok le kérlek a komment szekcióban, mit hallottatok erről a játékról. Jó magam erről a játékról azt hallottam, hogy nehéz, hogy kemények a játékosok, vagyis a béta, jelen pillanatban, kemények a játékosok, olyan érzés van az emberek, mint a veteránok visszatértek volna, a jó játékosok visszatértek volna, azok, akik akarnak, akik skilleltek, de ez, ilyesmiket hallok a játékról, hogy nem lehet überrasolni, hogy le kell lassulni, kempelgetni kell, taktikusan kell játszani, ahhoz, hogyha valamiféle eredményt tudsz, akarsz elérni, és ez nem feltétlenül fun dolog, mert nem arról szól a Call of Duty, mint eddig a Black Ops-okban kaptunk, hogy futunk és rusholunk, és futunk és lelövünk bárkit az utunkban. Na most, két játékot fogtok látni. Nézzétek meg a két játékot, mivel hogy a két játékban szeretnék rácáfolni, a két játékot egymás után játszottam rögtön, szeretnék rácáfolni egyikre, másikra szempontból. Kezdjük a legutálatosabb dologgal, ami a Call of Duty-ban szokott lenni, és az pedig a camp. Na most, függő, hogy milyen lobbyba kerülsz, azt vettem észre, a PC-s lobby, úgy veszem észre, hogy egy kicsit tán kempelősebb, mint a konzolos lobby. A konzolosok hajlamosabbak többet mozogni és játszani az objektívet, hogy egy objektív-based játék van. A PC-sek hajlamosabbak rámenni a killekre, illetve hogy megszerezzék azt a bizonyos killstreaket. A konzolosok pedig a több mozgás is, tehát valami ilyesmit láttam. Szóval a játékban, amit bizton állíthatok, hogy létezik rás alapú játék, és létezik taktikus alapú játék. És amit itt láthatok ebben az első videóban, azt mondtam, hogy oké, fogom az MP7-emet, szétrásolom az agyamat. Ez egy őszinte játék, random elsőre MP7-tel így mentem, és voltak le és fel útjai a dolgoknak. Viszont egy valamit biztosan állíthatok, hogy aki azt mondja, hogy ez a Call of Duty, ez a lelassult, visszahúzódó, kempelős játék, az nem tudja, hogy miről beszél. Most már, hogy több mint 10 évet játszottam, kurva régóta játszok shooterekkel, és ezekből a kurva régótából 10 év telt el Call of Duty-val. Ismerem ezt a játékot, és a benne lévő gondolkodás, menetet és pályadizájnt annyira, hogy tudjam, biztosan állítsam, hogy aki szeret rásolni, mozogni gyorsan, az megkaphatja ebben a játékban. És ez a videó, amit itt láthatok, emely játék alatt, ez hivatott ezt bizonyítani. Ugyanakkor, és most itt térjünk rá a taktikára, és ez a videó másik felében lesz, úgyhogy ha addig nem is fogok kommentelni, addig nézzétek meg, hogy érezzétek a különbséget. A videó másik felében egy nagyobb pályára kerültünk, és több játékossal, és ugyanúgy elővettem az MP7-et. Szóval még az se az volt, hogy kis pályákon MP7, és nagy pályákon valami assault rifle, amivel távolabbra lehet lőni. Nem, azt mondtam, hogy ha rásolok, akkor rásolok. Annyit észrevettem, hogy az MP7 erős fegyver. És úgy gondolom, hogy egy kicsit OP-bb, a lövési sebesség, az RPM-je eléggé kiüt, és emiatt nagyon hatékonyan, közeltávon, de még középtávon is időnként meglepően teljesít a fegyver, de közeltávon pusztít mindenkit. Úgyhogy fogtam, miért ne? És nekivágtam a nagyobbik pályán is rásolni kőkeményen, és rásoltam addig a pontig, amíg egy killre voltam a Chopper Gunner-től. És azért mondom, hogy nézzétek meg, az egy killre a Chopper Gunner-től hihetetlenül megváltozott a játékstílusom, rögtön átnyomtam magam, ez taktikus, kempelős, kihúzódós a pálya szélére, ne kerüljön senki mögém, óvatosan, mert ugye nagyjából egy vagy két kírre kezdtem el lenni a Chopper Gunner-től, de addig a pontig rásoltam, amíg el nem értem a 7 killhez,
Ha jól tudom, ha jól emlékszem, a 7 killhez elértem, akkor fogtam úgynevezett taktikusra, ahogy szokták hívni a nagyon pro játékosok, de emberek, aki Call of Duty-zott, az tudja, hogy a kódban a taktikus játék az azt jelenti, hogy taktikus rush. Azt jelenti, hogy nem fejjel futsz a falnak, hanem kigondolod, hogy esetleg hol lehet az enemy hozzád képest, és milyen szögben közelíted meg őket ahhoz, hogy le tud lőni őket. Igen, a Call of Duty-ban létezik ez a visszahúzódva kempelős dolog is, és látni is fogjátok is, látni is fogjátok, hogy én is ezt csináltam, de már csak akkor kezdtem el csinálni, amikor közel jártam a legmagasabb killstreakhez, amit meg szerettem volna szerezni, ugye a Chopper Gunner. Mert egy valamiben biztos vagyok, és ugye az eddigi Call of Duty között nem tudsz végigjátszani egy teljes meccset anélkül, tehát hogyha egy ilyen teljes visszahúzódó, kempelős játékot játszol, néha elmozogsz a helyszínről, új helyszínre mozogsz, itt kempelsz, ott kempelsz, na, érted, kilősz itt egy-kettőt, szóval az a tipikusan taktikusan játszás, amit annak neveznek a játékok, a kódban nem tudod fenntartani hosszú ideig. Bocsánat, szóval nem tudod fenntartani kódban ezt hosszú ideig. Nem tudsz vele szignifikáns eredményt elérni. Mire gondolok itt? Igen, lehet, hogy leülsz 4-5 embert, de egy biztos, hogy a többi kódjátékost felharagítod magadra, és egyszerűen le fognak vadászni. Nem tudod over taktikázni a játékot benne, hogy mindig ez a visszahúzódva lelősz egyet, átmozogsz, mert a rusher, aki az ellenfél csapatában van, előbb-utóbb annyira felbaszod az agyát, ezt magamról is tudom, előbb-utóbb annyira felbaszod az agyát, azzal, hogy te milyen taktikusan és visszahúzódóan játszol, hogy le fog rusholni. Megtalálja a módját, hogy lerásoljon, és nem beszélve, hogyha már kétszer-háromszor lövön le ugyanazokat az embereket, akkor aztán az egész csapat rád mozdul. Ritka az az eset, amikor van egy annyira okos játékos, aki fel tudja tartani az egész csapatot a kempelős taktikus játékával, hogy killstreakig, legmagasabb killstreakig jusson el. Hány Call of Duty videót láttatok, amikor a nukra mentek az emberek, hogy megálltak egy helyben és kikempelték az egész szart? Majdnem biztos vagyok benne, hogy egyet sem. Mindegyik, aki a nukra ment, szétrasolta az agyát, és akkor kezdett el óvatosan játszani, amikor már a végső killstreakeknél volt. És azt is elmondom, hogy miért. Azért kezdünk el óvatosan játszani az utolsó pár killel a killstreak előtt, mert tudjuk, hogy megúszhatjuk azt az utolsó pár kill. Tehát tegyük fel, 3 kill kell nekünk ahhoz, hogy elérjük azt a chopper gunnert, az a végső killstreak. Eddig szétrasoltad az agyadat, mint ahogy látni fogjátok én is itt a videóban, szétrasoltam az agyamat, érted? Ez azt jelenti, hogy az enemy nem tudja, hogy hol vagyok, mert folyamatos mozgásban vagyok. Értitek? Folyamatos mozgásban vagyok, nem tudja, hogy honnan számítson rám, és hogy hol lehetek. Viszont, amikor lelassulsz, és elkezdesz visszahúzódó, taktikus, kemperesebb játékot játszani, akkor az enemy, amit tudni fog rólad, az, hogy te egy adott területen vagy. Mert aki taktikus és kemperesen játszik, ugye, az egy adott területen mozog, azon a területen, amit a legjobban ismer, és le tud fedni annak a területét. Aki rassol, az nem marad meg egy adott területen. És ezért az enemik téged keresni fognak azon az adott területen. Ezért van szükséged arra, hogy mozogj, hogy taktikus rass játékot játsz. Mikor az utolsó pár kill közelébe érsz, hogy meglegyen a killstreaked, akkor leválthatsz egy kicsit lassúbb, kempelősebb taktikus játékra, mert nem számít. 2-3 killt kempelős taktikus
játékkal simán összeszedsz, mielőtt az enemy észbe kapna, hogy te valójában mit csinálsz ott azon a területen. Megvan a három kill, beívod a végső killstreakedet, ledarálod a pályát, folytatod az elejétől a rástól. Ez maximálisan benne van ebben a Call of Duty-ban. Oké? Ha úgy döntesz, hogy kempelős taktikusan játszol, eredményt fogsz elérni. Jó eredményt fogsz elérni, de nem feltétlenül fogod elérni a legmagasabb killstreakedet. Ha rásolós taktikusan játszol, akkor képes leszel jó eredményt elérni, és képes leszel a esetlegesen legmagasabb killstreaket is elérni. Mert ezt a két játékfajta lesz talán a legjutalmazóbb killek terén, mert tudjuk jól, hogy ezen kívül a kodban van a masszív camp, és van az ész nélküli rás, amikor mész és csak a reflexeidre hagyatkozol. Mind a két esetben valamiféle jutalom lesz valószínűleg, de semmiképp sem a magas killstreak. És úgy gondolom, hogy ebben a kódban a legjobb játékosok azok lesznek, akik folyamatos mozgásban lesznek, nem csak egy adott területen, hanem a teljes pályán, és folyamatosan igyekeznek arra, hogy az enemy háta mögé kerüljenek, és meglepjék azt az enemit, hogy az enemy ne számoljon velük. És természetesen az a játékos, aki mindennek az egésznek megtanulja a metáját, a spawn metáját, megtanulja a fegyvereket, és a fegyvereknek hatótávját bizonyos távolságokon, hogy melyik pályára melyik fegyver vid. Megtanulja, hogy létezik-e vagy lesz-e valódi különbség a konzol és a PC-sek között, és hogy melyik tábor ellen játszol többen, az meg fogja határozni, milyen fegyvert és milyen stílust fogsz alkalmazni. Ez lesz a durva ebbe a kódba. Mert ha tudom, hogyha egy konzolos lobby ellen megyek, akkor olyan szinten ráfekszik a rásra, mert tudom, hogy a konzolosoknak nehezebb közelre célozni. De távolra szétaláznak. Ez az igazság, az aim assist rásegít nekik, hogy távolra jobban lőjenek, de viszont amikor közelre kerül a sor, akkor annyira nem működik, mint amennyire látszik. És például egy konzolos bagázs ellen sokkal keményebben rassolok, hogy odaérjek, hogy ne legyen rá lehetősége arra, hogy távolról lőjön le, mint a PC-s bagázs ellen, mert tudom, hogy ezeken a medium pályákon, ezeket a közepes pályákon nekem a legjobban megy a célzás. Hogyha a kod csinál egy közepes pályát, azt tudom, hogy nekem az a közepes pálya az tökéletes, mert azon tudok a legjobban célozni. Tehát távolra annyira jól nem megy, közelre meg vagyok, de ezen a közép úton ez ott biztos, hogy le tudom lőni az enemiket. És hogy PC-sen egy kicsit távolabbra hajlandó vagyok lőni, tartani a távolságot, konzolosnál full rush, hogy közel kerüljek hozzá, hogy én legyek az esélyesebb. Szóval sok meta fogja eldönteni ezt a játékot. Úgyhogy ja, ezt gondolom erről. Ez a véleményem, ez az, amit tapasztaltam jelen pillanatban a beta alatt. És nem gondolnám azt, hogy a taktikus camp játék az a legjutalmazóbb ebbe a játékba. Fasza, ha szeretsz úgy játszani, jutalmazó, meg fogod kapni a killeket, de nem vagyok teljesen biztos benne, hogy el fogsz jutni addig a legmagasabb killstreakig. Nem vagyok benne biztos, hogy meg fogod ütni a 11-10-15 killstreaket, ugyebár mert a csapat, az ellenfél csapat fel fog rád figyelni, fel fog figyelni a területre, ahol mozgolódsz, és meg fognak keresni. A kódjátékosok ilyenek, megkeresik. Megkeresik a kempert, mert utálják a kempert, és valamelyiket ugye kétszer-háromszor lelövöd, felbaszod, és akkor egyszer csak megtalál az egész csapat. És kénytelen vagy átváltani rásolásba. De úgy gondolom, az egyik legjobb taktika, rusholsz, de taktikusan, végig gondoltan mozgoksz, és az egész pályán mozogsz, nem csak egy adott területen mozogsz, és akkor az jutalomra vezet, és amikor a végső készéknél vagy, akkor esetleg egy kis camp rush. Srácok, ennyi lett volna ez a videó, remélem, hogy tudtam segíteni, kicsit megértetni a filozófiáját ennek a Call of Duty-nak. Nagyon-nagyon köszönöm a figyelmet, iratkozz fel, hogyha tetszett a videó, nyomd rá a csengő jelecskére, hogy értesítést kapj a további videókról. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!
Be advised, friendly precision is. You're needed at Charlie. Allied cruise missile away. Hostiles are taking Charlie. Stop Charlie. Enemy UAV overhead. We're taking Bravo. Securing Bravo. Bravo secure. Keep fighting, we got this. Reloading. Throwing grenade. Bravo! Enemy UAV overhead!